Alapját nézem, amelyben Szatmári nincs ott a pályán. Ez lehet, hogy akkor elírás volt, és ott van az első helyzet, és az első gól. Marek Strescu góljával vezet az MTK. No, hát ahhoz képest, hogy a szerbek azt mondták, hogy úgy akarják kezdeni a mérkőzést, hogy gyors góllal sokkolni az MTK-t, ehelyett a magyar csapatnak sikerült. Kanta és Strescu ölelkeznek. Hát ez gyorsan ment. Hála jó Istennek, harmadik perc, Strescu góljával vezet az MTK. Itt van az ívelés, gyakorlatilag a leshatárról bújik ki Marek Strescu, az új igazolás, és senkitől sem zavartatva fejelt a jobb alsó sarokba. A szerbek azonnal néztek ki a partjelzőre, ő azonban nem jelzett. 1-0 az MTK-nak, vezetünk idegenben.